Újra versenybe szállnak fiatal kardiológusaink, de hogy miként, illetve hogy hol, milyen formában, ezzel kapcsolatban kérdezzük dr. Szegedi Nándort, a Magyar Kardiológusok Társasága Ifjúsági Bizottságának elnökét. Köszöntelek a stúdióban. Szép napot kívánok, üdvözlöm a kedves tévénézőket is. Na hát mit akar ez, hogy újra versenybe szállnak? Hol, mikor, milyen verseny lesz? Ugye tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a tavalyi évben volt az első olyan alkalom, hogy a Magyar Kardiológus Társaság ifjú kardiológusai részt vettek egy olyan nemzetközi pacemaker versenyen, amit az egyik pacemaker gyártó cég, a Medtronic Vitatron szervezett. Ez tulajdonképpen egy olyan világverseny, ahonnan különböző országok nevezhetik a még nem szakorvos fiatal kardiológusaikat, és ők érdekes pacemakeres eseteknek a bemutatásával szállnak tulajdonképpen versenybe. És itt ezen a megmérettetésen a tavalyi éven két kollégánk, konkrétan nekem a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Kardiológián dolgozó két fiatal kollégám, Pap Roland és Tarjányi Zoltán volt az, aki a két holtversenyben első díjat gyakorlatilag elhozta sikerrel. Úgyhogy ez volt a tavalyi év, és ennek megfelelően most az idén Valenciában újra megrendezésre kerülő versenyre ismételten beneveztünk két fiatal kardiológust. Ugye eredetileg ez az egész, ez Kínából indult, az ötletnek a felvetése, hogy legyen egy ilyen fiataloknak szóló pacemaker verseny, és az volt a gondolatunk, hogy az évente egyszer megrendezésre kerülő ifjúsági kardiológus napokon, amit áprilisban rendezünk meg rendszerint évről évre, azon tartunk egyfajta ilyen válogatót, és az ott bemutatott legjobb esetek közül kerül majd ki az egy vagy kettő, amit a pacemaker versenyen bemutatunk. Tehát ez egy ilyen több lépcsős szelekció. Először írásban beadják az absztraktjaikat, azokat értékeli a magyar zsűri, a legjobb négyet vagy maximum ötöt kiválasztják, ők előadják az eseteiket, bemutatják prezentációban az ifjúsági kardiológus napokon, és az itt győztes egy vagy két ember indul majd utána a nemzetközi versenyen és képviseli hazánkat. Nem szeretnék teljes mértékben belemenni szakmázásba, mert nyilván távol áll tőlem ez a dolog, de hogy pacemaker és pacemaker között például itt a versenyen mik lehetnek a legfontosabb különbségek, ami miatt egy versenyt hoznak létre tulajdonképpen? A pacemakerekről nagyjából azt kell tudni, hogy három lényeges típusuk van, hogyha nagy vonalakban el akarom különíteni őket. Az egyik, az úgynevezett konvencionális, a sima pacemakerek, azok arra alkalmasak, hogy a túlzottan lassú szívritmust azt kezeljék. Tehát, hogyha a beteg szíve extrém módon lelassulna, akkor a pacemaker elektromosan elkezdi stimulálni a páciens szívét, és ezáltal megakadályozza azt, hogy egy általunk beprogramozott frekvencia alá lemenjen a páciens szívfrekvenciája. Ez az egyik típusa. A következő típus az ennél már annyival okosabb, hogy a lassú szívritmuson kívül az extrém gyors, életveszélyes szívritmuszavaroknak a kezelésére is alkalmas. És a harmadik típus az pedig egy ilyen nagyon speciális szívelégtelenség kezelését segítő pacemaker rendszer. Ezek a legbonyolultabb rendszerek, ami a szívnek, a nem szinkronban, nem megfelelően működő szívnek a reszinkronizációját célozza. Na most ebből a három pacemaker típusból ezen a versenyen a konvencionális, vagyis a sima, egyszerű pacemakerekről szóló esetbemutatásokat várják gyakorlatilag. És ebben az esetben ugye akkor tud egy eset érdekes lenni, hogyha van valamiféle olyan nehézség, ami a műtétet bonyolítja, vagy van egy olyan speciális komplikáció, amit el kell látni megfelelően. Tehát, hogyha példákat szeretnék erre mondani, akkor ugye a tavalyi versenyen induló két kollégánk esetei azok úgy néztek ki, hogy az egyikőjük egy veleszületett érfejlődési rendellenességgel élő páciensnek a pacemaker implantációját mutatta be, aminek gyakorlatilag az volt a lényege, hogy azon a vénán, amelyeken keresztül a pacemakert felvezetjük, tehát annak a vénának a lefutása volt teljesen atípusos, és ilyen módon az egyébként egyszerűbb beavatkozás rendkívüli mértékben megbonyolította. A másik kolléga, ő pedig egy szívtranszplantáción átesett páciensnek a pacemaker beültetését vitte el a tavalyi versenyre. Ugye ez mindkettő a maga nevében egy delikát eset, hiszen nagyon ritka érfejlődési rendellenességről beszélünk, illetve hát a szívtranszplantáció az önmagában egy nagyon ritka beavatkozás, ritka jelenség. Bár Magyarország ebből a szempontból azért nagy hatalomnak számít Európa is, sőt világszinten is a maga évi több mint 50 transzplantációjával. De minden esetre ez ilyen szempontból két érdekes eset volt.
és az idén induló két kolléga, ők pedig két sikeresen ellátott előre, tehát két sikeresen ellátott szövődményt mutatnak be, ami előre nem feltétlenül volt várható. Az egyik az egy a pacemaker elektródája, tehát a pacemaker drót által okozott tulajdonképpen tüdőbetegséggel társuló tüdősérülés, tehát ahogy a szív végéből egy picit kikandikált a pacemaker elektródának a vége, az okozott ott egy olyan tüdősérülést, amit el kellett látni, és ezt nagyon szépen is adekvátan ellátták a kollégek. Ő a Semmelweis Egyetem indulója lesz, a Dér Gábor kollégám, másik induló, ő pedig Benek Attila lesz az idén, aki megy Valenciába, ő pedig a Szegedi Orvostudományi Egyetemről érkezett, és ő egy pacemaker elektródának a speciális kimozdulásának az esetét, illetve a szív falában történő nem szokványos helyre mozdulásának az esetét mutatja be nagyon szépen ledokumentálva. És ugye említette, hogy akkor tavaly tulajdonképpen a két magyar induló volt versenyben győzelmeskedett. Mit jelent egyébként számunkra, illetve a jövőben mit jelent ez az elismerés? Tehát azt gondolom, hogy ezt a kérdést én onnan fognám meg, hogy ugye egy fiatal orvosnak két szempontból kell az embernek egyáltalán beteljesülnie, egyrészt a magánéletben, másrészt pedig a szakmában. A szakmai kiteljesülésnek annak az a két fő pillére, hogy részben a gyakorlati oldalon, részben pedig az elméleti, tudományos oldalon hát az embernek legyen egyfajta ilyen érdekeltsége. A gyakorlati oldalon történő kiteljesedés az nyilván abban nyilvánul meg, hogy a páciensek kezelésében részt vesz, és egy idő után a pácienseket egyedül kezeli, elvégez egy sikeres beavatkozást, vagy akár gyógyszeresen meggyógyít sikeresen egy pácienst, és ez adja azt a fajta pozitív visszacsatolást, ami előre lendíti a karrierjét, illetve motiválja őt a mindennapokban. A tudományos oldala a dolognak, az pedig a különböző nemzetközi folyóiratokban történő publikálással tud beteljesülni, illetve a hazai, illetve nemzetközi konferenciákon történő előadással. Tehát ez egy nagyon komoly pozitív visszacsatolás, hogyha az ember elvégez egy bármilyen kutatómunkát, akár csak egy esetnek a feldolgozását, akár több száz vagy több ezer beteg természetesen anonim módon történő adatainak a feldolgozásával egy nemzetközi konferencián adott esetben ezt előadja, és onnan kap egy pozitív visszajelzést, vagy ugye ennél a konferenciánál, amiről most beszélünk, egy következő konferenciára történő ingyenes regisztrációs díjat nyernek a kollégák. Tehát abszolút arról van szó, hogy tulajdonképpen ezek a konferenciák, illetve megjelenések, ezek az adott fiatal orvosnak a tudományos szakmai előremenetelét hivatottak fellendíteni. Hogy állnak egyébként ma hazánkban, illetve milyen helyzetben vannak a fiatal kardiológusok? Azt gondolom, hogy a kardiológia szempontjából mi egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Úgy önmagában a magyar kardiológia az egy kitűnően működő struktúra. Ennek az egyik legjobb fémjelzője az, hogy például Magyarországon az infarktus ellátás az úgy megvan oldva 24/7-ben, tehát a hét minden napján 24 órában, hogy gyakorlatilag, ha valaki bárhol infarktust kap az országban, akkor ott a szakmai irányelveknek megfelelően 120 percen belül biztosan egy olyan centrumba tud kerülni a mentő által, ahol el tudják végezni az életmentő beavatkozásokat, illetve a magyar kardiológiának a magas szintű reprezentáltságát az is jelzi, hogy gyakorlatilag a nyugat-európai országokkal azonos mennyiségű beavatkozást végzünk, hogyha 1 millió főre vetítjük ezt le. Tehát ezt minden ország úgy vizsgálja magának a statisztikáit, hogy az 1 millió főre jutó pacemaker beültetések, infarktus ellátások, szívritmuszavar miatti katéteres kezelések és mindenféle kardiológiai beavatkozásnál megnézik ezeket az esetszámokat, és ebben mi a top 25%-ban vagyunk, tehát abszolút a fejfej mellett haladunk a nyugat-európai országokkal, úgyhogy önmagában ez egy nagyon pozitív dolog a magyar kardiológia tekintetében, és hát ugye ugyanezt látjuk mi fiatalok is, hogy gyakorlatilag azáltal, hogy ilyen magas esetszámban történnek a beavatkozások, azáltal ugye gyakorlatilag annak, aki
akinek van ehhez affinitása. Ugye nem mindenki akar műtéti operatív szakmával foglalkozni, vannak olyanok, akik inkább belgyógyászat irányába mennek el, és a kardiológián belül is rengeteg olyan kolléga van, aki úgynevezett non-invazív szakember, ami azt jelenti, hogy műtéteket nem végez, hanem gyógyszeres kezeléssel gyógyítja a pácienseket, és abban az esetben, ha szükség van műtétre, akkor elküldi abba a centrumba, ahol ezeket a típusú beavatkozásokat végzik. És akinek viszont affinitása ahhoz, hogy invazív beavatkozásokat végezzen, annak van lehetősége olyan kórházba, olyan egyetemi centrumba történő felvételizésre, ahol ezeket a beavatkozásokat nagy számban végzi. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek biztosítva van az, hogy azzal foglalkozzon, amivel szeretne. Én pedig sok sikert kívánok a fiataloknak itt a valenciai verseny alkalmával. Neked pedig köszönöm, hogy itt voltál ma vele. Köszönöm szépen a meghívást.